Börcsök Enikő színművésznő és alapítványi kurátor, ugye? Igen. A Megújított Életekért alapítványnál 15. alkalommal szervezett élményterápiás nyári tábort vendégünk Balázs Bence, aki most jött fel a táborból, és megy is ma vissza, mész ma vissza délután. Igen, ugye, megyek, Bence? Megyek. De na, milyen a tábor? Vagy? Nagyon jó. Mit csináltok ott? Hát úszunk, meg hát szeretem a gyerekeket szivatni, ők is megszivattak engem. Ugye, én őszinte leszek veled, mi már itt beszélgetünk pár perc, jó fej riportalanyt a reggeli stúdióban ritkán láttam. Azt mondd meg, hogy most haragszol ránk nagyon, hogy ide fölrángattak a tévébe? Nem? De van dolgot Pesten, ahogy a Enikő elmondta, más miatt is. Eléggé. Hát például én nem normális iskolába járok, ilyen eszement gyerekekhez járok. Jaj, nem mondj ilyet. De csak azért, mert vesés vagyok, és ezért sztomám van, és ezért nem mehetek el normális iskolába. A lényeg, amiről most beszélünk, ahogyan Bence említette, ő úgy mondta, hogy vesés vagyok, hogy ő vesetranszplantáción esett. Tehát ez a tábor olyan gyerekeknek szól, akik transzplanton estek át, nem csak vese, hanem más is. Börcsök Enikő sok-sok éve képviseli ezt az ügyet, és vesz benne részt. Most volt az aukció is, az nem 15., hanem még csak 3. alkalommal. Volt, kicsit mesélj arról is, óriási jelentőségű, mert nagyon sok művész ajánlott fel, nagyon-nagyon nagy érték ajándékokat arra, például, hogy ezt a tábort minden évben meg lehessen szervezni. Igen, hát most már majdnem 200-an vagyunk a táborba. Amiből körülbelül 8... Igen. Meg hát ugye a szervezésben is mindenben segítek. Ezen kívül, a táboron kívül is, de hát a fő cél mindig ez, hogy ezt a nyári tábort meg tudjuk csinálni. Szervát ültetett, vagy szervre váró gyerekeknek, tehát dializáltak is vannak, őket a táborból hordjuk dialízisre. Ez 27 éve van az alapítvány, 15 éve a tábor, és ez a harmadik aukciónk, ezt azért szerveztük a párommal, Tóth Józseffel, hogy minél több gyerek eljöhessen a táborba. Ez meghozta hozzáfűzött reményeket. Igen, 1 millió forint fölött volt az idei bevételünk. Hát szuper. Szeretnénk, hogyha minél több lenne minden éven természetesen. Mennyire kell speciálisan készülni egy ilyen táborszervezésre? Gondolom orvosi háttérrel, vagy akár logisztikával, vagy akkor, amikor orvosi ellátásra érkezik Bence, akkor igen, ugyanis itt nem csak beteg gyerekek vannak, hanem egészséges családtagjaik is. Ez a szülőknek is tulajdonképpen egy rehabilitáció, és az egészséges testvéreknek is, akik ugye nagyon sokszor nehezebben viselik, mint a beteg gyermek ezt a sorsot. Ez nagyon érdekes egyébként a nézőknek, hadd mondjam el, idei táborban közel 100 beteg gyerek van, és közel fele annyi testvér. Igen, igen. Ő már egy évek óta összejáró, összeszokott csapat ez. Nyilván minden évben jön egy-két új gyermek, vagy új család, de hát ők ismerik egymást évek óta. És az is egy csodálatos dolog benne, hogy aki már szervet kapott, az is visszajár a táborba, hogy a többieknek segítsen, vagy biztassa őket. A szülők barátságban vannak, ismerik egymást évek óta. Hiszen sorstársak mindannyian. Így van. Miközben a tavalyi tábornak a képeit nézzük, hadd kérdezzem meg Bence, hogy itt a képen azért sok mindent láttam, a falmászástól a röplabdáig. Mi a kedvenced? Illetve nagyon megkapó volt az, amikor mondtad, hogy hideg még a Balaton, nem szabad belemennem, nehogy megfázak, vigyáznom kell magamra. Te például jobban... A kedvenc élményem ebből? Aha, mond. A motorozás, mert van egy olyan motoros haverom, akinek olyan kedvenc motorommal megy. Pont azt látjuk a képeken, hát, hogy motoroztak. Igen, de most nem tudom, hogy eljönnek-e. Vannak motoros barátaink, ők minden évben eljönnek. Nem. És akkor körbe motoroztatják a gyerekeket. Ilyen tüzes aláfej van a motor elől. Értem. Bobozni is voltunk, azt is meséld el. Tudom. Ezzel minden éven megyünk bobozni. A gyerekek egyébként. Püszfőre, meg Kalandparkba. Itt van. Ő az? Igen. Na, megtaláltuk a haverot, látod, még a tévében is megmutattuk a haverot. Egyébként megkapó volt az, ahogy Bence tényleg mesélt arról, hogy mi mindenre kell figyelnie, meg például, hogy nem fél a mostani, ahogy ő mondta, jöttem szúrásra, ilyesmi, ezek a gyerekek tudatosabbak, vagy hogy is mondjam, gyakorlatiasabbak, mint társaik, pontosan tudják, hogy mikor kell bevenni a gyógyszert, hogy mire kell figyelniük, mit próbálhatnak ki, vagy mit nem. Igen, tehát megtanulják, sajnos kénytelenek megtanulni. De hát a labor eredményeikről is úgy beszélnek, mint ilyen más a matematikáról. Vagy... Hát hogy ne Bence, az előbb olyan fogalmakat mondott, használt, én magam nem ismerek. Nem tudtam, miről beszél. Hát a megszokják, és ezzel labont élnek együtt. Egyébként én kitűnő voltam matekból most. Érettségin is tök ötös volt. Érettségin? Gratulálok! Évvégi dolgozat. Ja, évvégi dolgozat, nem, mert lehet, hogy annyira kiváló vagy, hogy már érettségizel is. Mi a kedvenc tárgyad egyébként a suliban?
Matek. A matek? Szuper. Csak az. Csak az? Igen, mert az apukám nagy matekos volt, átadta nekem, ezt úgy matekozok, mint senki más. Úgy matekozok, mint senki más. És az ötös, kettes, tízes és ötös szorzót tanuljuk. Azt, ha tanuljátok sportban, mi a kedvenced? Box. A box? És a, de hát, hogyha boxolsz, például, hogyha az ökölvívást űzöd, akkor abban azért figyelned kell. Hát, nehogy... én nem fogok meccsezni, csak így tanítanak engem, nem fogok meccsezni. Nem fogsz meccsezni. Enikő, mire van még a tábornak, a munkának, amit végeztek, szüksége? Mire van szüksége? Mire van még szükségetek? Mondtad, hogy ha valaki most nézi az adásunkat, segítő. És azt mondaná, hogy szeretném megsegíteni a tábort, és az ilyen jófej embereket, mint Bence, meg a jófej szervezőket, mint Kegyed, akkor miben tudna segíteni? Hát bármiben, aminek a gyerekek örülnek. Ugye itt ennek a 80 gyereknek szoktunk kapni gyümölcsöt, fagylaltot. Most az anyagi támogatást ezt nem mondom, mert az idei táborunk az megvan, és... nem is lenne ildomos, de... De gondolom, ahogy vége van, elkezditek szervezni igen, elkezdjük gyűjteni a következő évre a tábort, hogy mindenkit el tudjunk vinni. Ugye vannak olyan családok, akik nem annyira jó körülmények közül jönnek. De például a tábor alatt nagyon sok adományt kapunk, amint mondtam, fagylaltot, gyümölcsöket, a bobosok beszállnak, tehát hogy kedvezménye... De ha van egy motoros csapat, aki megmotorozta például a például egy motoros csapat, igen, vagy aki valami érdekes játékot tud. Tegnap lovakat hoztak nekünk. Lovagoltak a gyerekek, tehát minden évben van valami szíved kedves szerint. Civil ember, aki segít nekünk. Hány gyereket vinnél el, hogyha mindet elvihetnéd? 150 van most nagyjából, 100 beteg, 50 rokon. Hát remélem, hogy egyre kevesebb lesz a betegek száma, de természetesen mindenkit, aki ezzel a betegséggel küzd. Aha. Hát ez egy csodálatos élmény nekik, és igazából egy biztatás a jövőre nézve. Bence, árulj el nekem valamit, izgultál így az adásban? Eléggé. Nem látszik. Pedig olyan vagány volt, azért várod, hogy menjél vissza a tábor, ugye? Hát, igen. Enikő az egyik legjobb színésznő az országban, úgyhogy ő tud neked a színészetfelépésről mesélni. Én is színésznek tanulok. Igen? A Búzati mihez járok színésztanodába. Legyél nagyon ügyes, legyél legalább olyan jó színész. És egyetlen egy... dolgot szeretek, a rokkot. A rokkot. Jó, igen. Szerintem szinte mindent megtudtunk róla. Érezd magad nagyon jól a táborban. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Nagyon cool voltál. Azt így mondják, azt hiszem, figyelmesen. Adom.